Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Emília részére. Kedves Emília, üdvözöllek téged! Te szeretnéd tudni, hogy mi a terve, és ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez az első kép ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Itt egy kasza látható. Ezzel el kell vágni valamit, és pontosan ez, amit ő tesz, elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől. Ezek lehetnek személyek, vagy furcsa tervek, gondolatok, vagy félelmek. Miután ő ezt lezárta, lesz egy új kezdet, mert a 10-es szám erre utal. Indul egy új ciklus. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi a terve. Annyit tudunk, hogy ő valamit le akar zárni, hogy legyen egy új kezdet. És mi a terv, mi az, amit ő lezár, erre utal itt ez a kutya, és a kutya szimbolizálja a baráti kört. Ő csalódott valakiben, és ezt a kapcsolatot ő le fogja zárni. A kutya nem csak a barátokra utal, hanem a hűségre is, és ez a terv, hogy ő lezárja múltat, és ami a jövőt illeti, ami a párkapcsolatot illeti, ő szeretné ezt szeretetben, bizalomban, hűségben megvalósítani. Mi áll a középpontban nála, azt mutatja a következő kártya. Ez a kép egy változást szimbolizál. Itt nem kis változásokról van szó, hanem nagyobb változásról. Az lehet munkahelyi változás, lehet egy költözködés is. Ennél a kártyánál gyakran tényleg erről van szó. És ez, ami számára fontos. Ő lezár valamit, és itt lesznek nagyobb változások. Ki befolyásolja őt, vagy mi befolyásolja őt, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látható egy lovas férfi. Az jelenthet egy kollégát, egy barátot, vagy valakit a rokonságból. Az lehet, hogy ez a férfi hat rá, de ennél a jóslásnál nekem az volt az érzésem, hogy ez a lovas férfi az ő menetét mutatja. Kezébe veszi a dolgokat, irányít valamit, itt van mozgás, és szerintem nem hagyja azt, hogy mások beleavatkozzanak az ő dolgába. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen változások lesznek nála. Ennek a toronynak több jelentése is van. Előfordulhat, hogy ő fogva érzi magát, mint egy börtönben, és keres egy kiutat. A torony jelenti a nagyságot is, hogy ő a saját maga nagyságával és tehetségével tisztában lesz. De azt is jelentheti, hogy ő megnagyobbít valamit, vagy alapít valamit. A következő kártya érdekes, mert most azt nézzük meg, hogy tekint rád, hogy gondol rád, milyenek az emlékek, hogy lát téged. Ezen a képen látunk egy parkot. Ez a park szimbolizálja a nyilvánosságot, és
ő szeretné, hogy ez a kapcsolat veled kiderüljön. Mindenki tudhat erről, büszkén mutat téged. A 20-as számnak is van egy jelentése, először a 2-esnek, az pedig a párkapcsolatra utalta, és ő, és a 0, annak is van egy jelentősége, ezek az ő gondolatai, tervei, de ő ezt még nem valósítja meg, kell hozzá idő, kell egy kis türelem. Ez eltarthat tavaszig, amíg ő felvállal téged. A következő kép azt fogja mutatni, hogy van-e valaki a háttérben. Van ott egy másik nő. Ez a kép, ez a nap arra utal, igen, ott van egy hölgy a háttérben. Ez a hölgy nagyon magabiztos, és mindent látni akar. A nap szimbolizálja a látást, a szemünket, és az internetet is. És az azt jelenteni, hogy ez a hölgy mindig odafigyel, tudni akar mindent, és figyeli őt. Most megnézzük azt, hogy mi a válasz. Hogy néz ő erre a hölgyre? Itt ezen a képen van egy ravasz róka. Ennek szimbolikus jelentése van. Mégpedig, hogy ő úgy látja, hogy ez a nő nagyon ravasz, rosszindulatú, vagy hazudik. Itt vannak hamisságok, és ő ezzel tisztában van. A következő kép azt mutatja, hogy lát téged, vagy mi a terve veled. Ő téged komolyan vesz, tervezi veled együtt a jövőt. Itt ezen a képen van egy ilyen út kereszteződés, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt döntéseket kell hozni, hogyan tovább, előre vagy hátra, balra vagy jobbra. A számoknak is van jelentősége. Itt a 22-es szám arra utal, hogy ő szeretne egy párkapcsolatot, te és ő, ti ketten, és elvárja azt, hogy te is így gondolj rá, ti ketten tervezitek itt a jövőt. Ez várható is lesz, hogy ti elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és el fogtok azon gondolkodni, hogyan tovább. Veled vagy nélküled. Ő bízik abban, hogy te mellette maradsz. Ez az ő vágya, így érzi, így látja a dolgokat. A következő kártya azt mutatja, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy együtt maradjatok, vagy javuljanak a dolgok. A lilium az a tisztaságot jelképezi, mély érzések, tiszta lelki kapcsolat, vagy kell, hogy valamit tisztázzatok egymással. A lilium szimbolizálja a testi kapcsolatot is, természetesen mély érzelmekkel. Ez az, amit te nyújthatsz számára. Az utolsó kép azt fogja mutatni, hogyan tovább van-e jövőtök. Ezen a képen a hold látható. Az jelenti a vágyakat és az álmokat. Ez az álom megvalósul. A hold jelképezi azt is, hogy megkapod azt, amit szeretnél. Megkapod te ezt a férfit, vagy ő kap meg téged. És ez az álom valóra válik, de kell, hogy higgyetek ebben. Ezt a hitet, ezt kellene erősíteni. És a következő kártya
egy lelki üzenet a lelki társattól. Eljött az idő, hogy legyenek változások. Ne várjunk tovább, ne halogassuk el a döntéseket. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Emília, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!